Ajándékozon egészséget karácsonyra. Ez a mottoja annak a vasárnapi rendezvénynek, illetve hétvégének egész pontosan, aminek minden részletével és érdekességével következő vendégem ismertet meg bennünket. Canik Balázs Erobik prezenter életmód tanácsadó itt a stúdióban. Szia Valás, Szeretném. köszöntelek. Mert hogy ugye mondtad nekem a beszélgetés elején, hogy ez most már nem csak egy vasárnapi program lesz, ugye, hanem egy egész hétvégére Igen, szóló? Az egész úgy alakult, hogy egy vasárnapban gondolkoztunk, és annyira tetszett ugye mindenkinek a program, hogy egy szombat-vasárnapra tudtuk kibővíteni, mert nagyon sok együttes és nagyon sok és ugye professzor vállalta azt, hogy eljön, és csak egy napra már be se fértünk, volna, uh -huh. és most úgy döntöttünk, hogy egy-két naposat csinálunk belőle. Igen, hát a motor nagyon jól hangzik, hogy ajándékozunk egészséget karácsonyra. Hát a karácsony általában nem, hogy úgy mondjam, az egészségről, az egészséges táplálkozásról, ugye a önmegtartóztatásról szól, hanem épp ellenkezőleg. Úgyhogy az ember ilyenkor, és a haja is a környezetében, meg maga is azt próbálja csinálni, nem tudom, hogy jó, hogy megpróbál egy picit előfogyó kurálni, majd a karácsonyi zabálással szabad így fogalmazni. Nyilván nem tesszük ezt jól, mert nem így kéne, hanem állandóan egy kicsit mindig megtartóztatva kéne élni, nem? Igen, és itt nekem a, fő szempont az az volt, mert én azt gondolom, hogy mindenki szeret jókat enni. Főleg karácsonykor én azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy karácsonykor is tartsd a diétát, az egy gyakorlatilag egy lehetetlen kérés, és azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen idéző ebbe felesleges dolog is. És azért is gondoltam azt, hogy oda viszek egy rakás professzort, akik a saját termékeimet ugye fejlesztik, és kitaláltuk azt a programot, hogy mi lenne akkor, hogyha ezeket az ételeket el lehetne készíteni egész, egészségesen is. Tehát nekem van egy olyan speciális listám, amivel például nagyon jó beiglit lehet készíteni. Uh -huh. És én pont azt gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogyha ugyanolyan finom ételeket tudnánk készíteni, csak egészségesen. Emellett, Mert ugye ennek a lisznek, nyilván a kalóriatartalma jóval kevesebb, mint a hagyományos? Hát igazán az, hogy szénhidrát csökkentett, uh -huh. ezen kívül nagyon magas fehérje tartalma van és azt is mondhatnám, hogy egy, egy teljesen egészséges list, mert a cukorbetegek is fogyaszthatják, tehát tényleg egy olyan dologról beszélünk, ami nagyon kevés tartósítószert tartalmaz, gyakorlatilag szinte semmi nincs benne, és pontosan ezért is gondolom azt, hogy ez a liszt egy elég jó dolog lesz így a jövőben. És uh -huh. hát nyilván van karácsunk a plán, amikor készülnek a házi finomságok, sütemények, van, 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 kis beiglik, <laughs> akkor lehet olyat választani alapanyagként, Igen. ami, tehát hogy az embernek már nincs akkora lelkiismeret futdalás, amikor a ötödik után jól a tányérban, ugye? Így van, így van. És másrészt pedig ugye mindenki azt hitte, hogy lesz egy közös torna is, és ezzel is szeretném megnyugtatni az embereket, hogy nem kell tornázni. Tehát azt a nyugodtan... Hogy az a meglepetés, hogy nem lesz torna. Igen, mert pontosan ezt gondoltam, hogy az emberek, amikor rájönnek egy ilyen karácsonyi bevásárlásra, akkor általában ugye a nők magas sarkúba kiöltözve jönnek, illetve a férfiak is ugye elegánsra jönnek, így valószínűleg nem fognak ott nekiállni nekem tornázni főleg azért, mert ez egy kinti rendezvény, és azért is gondoltam azt, hogy ez egy kicsit azért nehezebb történet, és ezért gondoltam azt, hogy viszünk oda különféle koncerteket, én adok ingyenes életmódtanácsokat, edzésterveket, programokat, amivel esetleg karácsony után újra be lehet lendülni ugye az egészséges életmód felé, és ott lesz rengeteg professzor, a doktor Natúr Sziget segítségével sikerült ezt megvalósítanunk, hogy mindenki ott lesz, aki számít, és gyakorlatilag mindenféle egészséges termék. Uh -huh. De miatt Mi egyébként így az elmúlt évekből, hogy mondjuk az ember a, az egész, egész éves önmegtartóztatást, még ha ez persze nem is igaz az egész évre, de mondjuk azt a fajta viszonylagosan átgondolt edzést tervet, táplálkozást, azt mennyire borítja fel ilyenkor a karácsonyi, illetve az újévi ünnepek alkalmával. Tehát mennyire kell a mínuszból kezdeni, és nem súlyban nyilvánvalóan, meg gondolom, hogy erősen pluszból. Így van, így van, így van. De mennyire nehéz újra elkezdeni egy százalékos mennyit romlik az ember egészségi állapota, vagy, vagy mondjuk úgy a, a test zsír százaléka növekszik mondjuk ebben a egy-két Időszakban. Én azt gondolom, hogy tapasztalatok alapján, tehát tényleg azért már így 11 éve, ugye ezzel folyamatosan az embereket, és azt láttam, hogy karácsonyban ez az egész felborul. Uh -huh. De gyakorlatilag nagyon kevesen foglalkoznak ebben, én azt gondolom, hogy 5-10 százalé, aki odafigyel erre, és erre szeretném egy kicsit most ugye ezzel a rendezvényen is felhívni a figyelmet, hogy tényleg lehet finomakat enni, stb, stb. stb. úgy, hogy az ember egészségesen is. Ezt azt akarom mondani, hogy jó, föl. nyilván az sem mindegy, hogy alapanyagból, de mit még? Tehát, hogy hogyan lehetne hogy picivel több nyers, ételt zöldséget, ilyesmit? Tehát, hogyan szerinted a, a táplálkozásukat itt az ünnepek alatt, hogy ezért ne kelljen lemondani a szeretett falatokról, de belecsempészünk olyasmit is, ami segít. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan ugye, tápanyag van, főleg ugye a, akár a mi skálánkon és a Natursziget skáláján is, amit bele lehet építeni ebbe a rendszerbe, mint az édességekre gondolok, mint pedig hogy a, a, különféle e, úgy idézőjelben rendes ételekre, tehát a húsételekre, a köretekre, stb. Tehát rengeteg olyan dolog van, amivel ugye ezt ki lehet egészíteni. Én azt gondolom, hogy a repertoár kb. 18 ezer ilyen biotermék van, tehát rengetegből lehet választani. Ezért is gondolom azt, hogy az ember tényleg szeretne az asztalra tenni egy változatos ételt, de ugyanakkor szeretne megmaradni a tradíciók mellett is, akkor ebben nem lesz probléma, aki jön, mert akkor én megtalálom neki a megoldást. Nagyszerű, hát ez önmagában nagyon jó. Aztán, hogyha ez mindez nem elég, akkor jönnek a, a brutális órák, jönnek például ugye a te, van neked is Igen, és mondjuk van az a bizonyos has edzésed, amiről azt mondtad, hogy egy héten egyszer elég eljönni, de utána meghalsz. Tehát. Hát gyakorlatilag ez már ugye annyira megerősíti ezeket az izmokat, és tényleg annyira áldozza a has izmait, hogy gyakorlatilag a nevetés is ugye kellemetlen lesz, de hatásos lesz. Kellemetlen, igen. Emlékezni fog. Igen, mennyi idő az? Egy, 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 ilyen óra? Vagy egy órás tréning és gyakorlatilag ugye felépül egy bemelegítés részre, van benne egy egyenes hasizom, egy ferde hasizom, és a hasizom összes oldala megdolgozza mindenhonnan statikusan, dinamikusan, és a végén pedig van ugye, hogy ellensúlyozzuk ezt, egy kicsi háterősítés, mert ugye a tartás miatt nagyon fontos az, hogy ne csak a hasizmait, hanem a hátizmait is ugye megedzük, és a végén pedig egy alapos nyújtás, és ez tölti ki ezt a teljes egész egy órát. Tehát amikor az embernek egy kilóg, így látványban is a asságból, akkor az ez a igaz, szemben, akkor igen, mennyivel jobb lenne, a kockák lognának, mint a beigli, ez nem egyszerű feladat. Mi a tapasztalatod? Ugye a január közepetáján szoktak az emberek ugye először a lelkiismeretfordulástól úgy felé lenni, de most már tényleg el kéne menni mozogni valamit. Igen, azt szoktam látni, hogy mindig van egy ilyen kisebb hullám. Tehát amikor januárban ugye elkezdenek az emberek jönni, aztán februárban akkor megint pihennek egy kicsit, nem tudom, nyaralnak, vagy nem tudom, akkor <laughs> tartanak egy ilyen hullámot. Szezon, igen. igen, és akkor márciusban ugye jönnek az újra kezdők. Mert hogy jön a tavasz, szentén. és mindenki előbb-utóbb szeretné van, magát van, majd fürdőruha formában is nagyjából egészségesnek látni. Nem hogy januárban eljönnek az emberek, hogy hú, még nagyon sok idő van a nyári, és lehet, hogy addig nem akar edzeni, és azért van benne szerintem ez Aha. a kis hullám. De ugye a miatt ugye mindenki gyorsan lejön edzeni amit én persze ugye szintén azt javasolnám az embereknek, hogy ne csináljuk azt, hogy gyorsan belecsapunk, és tényleg mindent elkezdünk egyszerre csinálni, mert az nem feltétlenül hatékony, hanem vezessünk be egy, ugye egy folyamatosságot, és akkor ezáltal ugye teljesen nyári hát Igen, ez a rendszeresség, ez egy nagyon Ennyi. fontos szó, amiben kapaszkodnunk kell. Komplett hétvégi program, aki szeretne egy picit okosabban nekiállni az ünnepeknek. Látogasson az Állihoz. Így igaz. Köszönöm szépen, Balázs, hogy eljöttél hozzánk.